November másodikától hétfőtől ismét működik a központi ügyfélfogadó iroda a Dunaszerdahelyi Városházán. A belépés feltétele azonban a negatív koronavírus teszt. Ugyanez a helyzet a járási hivatalban és a járási rendőrkapitányságon is. A járási hivatalban lehetőség van az okiratok és az aláírások hitelesítésére. Működik a vállalkozói, a közlekedési és a környezetvédelmi osztály, a kataszteri, a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási hivatal. A járási rendőrkapitányságon a félfogadásnál azok élveznek előnyt, akik az elektronikus előjegyzésben szerepelnek, azonban negatív teszt felmutatása után bárki intézheti az ügyeit. A kisforgalmi engedélyt továbbra is az adott személy állandó lakcímére postázzák, a jogosítványokat és az útleveleket viszont korlátozás nélkül kiadják. A november 2-i városi gyásznapon a városvezetés az első és második világháborúban elesett dunaszerdahelyi katonahősök emléke előtt tisztelgett. Hájó Zoltán polgármester, valamint Alszabó László és Karafa Attila alpolgármesterek közösen rótták le kegyeletüket a hősi halottak vasútállomás melletti parkban található emlékművénél. A szigorú járványügyi korlátozásokra való tekintettel komoly megemlékezést ezúttal nem tartottak. A két éve felavatott emlékmű, Lebo Ferenc győri szobrászművész alkotása több száz dunaszerdahelyi, sikabonyi, ollétejedi és csótfai magyar honvéd szimbolikus, közös sírhelye. Hodosi Gyula író, költő és szerkesztő a felvidéki magyar kulturális életben betöltött szerepének elismeréseként Budapesten átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Hodosi a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökeként, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség alapító elnökeként, valamint a Cserkész és a Katedra című lapok alapító főszerkesztőjeként is ismert. Az ünnepségen a Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéseit adták át. Összesen 55 személyt díjaztak. Az ünnepség a koronavírus járvány miatt augusztusról, az államalapítás évfordulójáról októberre, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójára tolódott.